Sziasztok, köszöntelek benneteket a Peti Filmstúdió Sophie Főzős vlogja oldalán. Ma a székelykáposztát fogok készíteni, nektek úgy, ahogy én készítem. Ez inkább azt mondanám, hogy egy alaprecept, ettől el lehet térni, és ugye ahány ház annyi szokás a főzésnél, legalábbis ezt a mondókát nyugodtan elmondhatjuk. Hagymát disztelek, és picit megsózom, hogy a benne lévő olajok gyorsabban kijöjjenek a hagymából, és könnyebben fonnyad, és könnyebben pirul ezáltal. Picit a fokhagymát is ráteszem, de csak éppen, hogy megkeverem. Gyorsan ráteszem a piros paprikát, és még gyorsabban ráteszem a húst. Itt a saját készítésű káposztám, ugyanis ebben a receptben az a különlegesség, hogy a saját lesavanyított káposztámat használom hozzá. Erről vannak videók fent, és de visszatérve ide, tehát hogyha valaki nem gyakorolt háziasszony, akkor a piros paprikát ne így tegye rá, mert nagyon gyorsan kell dolgozni, hogy ne égjen meg a paprika, hanem húzza félre a tűzről, és tegye rá a piros paprikát, gyorsan tegye rá a húsit, keverje össze, és tegye vissza a tűzre, és hát én még egy pici piros paprikát tettem hozzá, mert nem láttam elég jól pirosnak a színét, és kicsit pároljuk a húsit így, úgyhogy nem teszünk rá vizet, mert a saját szaftját szeretném, hogy kiengedje a húsi, és majd meglátjátok, hogy szinte ellepi a lé, még mielőtt tennénk hozzá vizet. A káposztáról csak annyit, hogy egy kiló leszeletelt káposztához 3 deka sót keverünk, egy üvegbe tesszük, alulra tormát, fűszereket, fölőre is tormát teszünk, akár fűszert is tehetünk fölőre is, és szépen lenyomkodjuk a lé alá minden nap, ez 7 napig kell csinálni, letakarjuk a... Csak egy kis tárgyat teszünk az üvegre, ha nincs üveged, akkor zománcozott edénybe tedd, aminek van fedője, és szépen letakarod, és minden nap lenyomkodod a leve alá a káposztát, és meleg helyen tartjuk, és 7. nap után hideg helyre tesszük, és gyakorlatilag készen van a savanyú káposztánk. A lényeg az, hogy egészséges legyen a káposzta, tiszta legyen az üveg, nagyon-nagyon tiszta, és a só ne legyen jódozott, hanem mondjuk egy paradicsomsót, vagy egy tiszta sót, patika tiszta sót használjatok az elkészítésénél, tehát tisztán dolgozzatok, és akkor ez a káposzta, a savanyítás egy nagyon egyszerű dolog, és nagyon-nagyon finom, és rengeteg vitamin van benne, és érdemes megcsinálni, mert sokkal jobb az íze, mint a boltba vásárolt káposztákért. Nagyon sok levet engedett a pörkölt, amit láttátok, és akkor tettem hozzá ennyi vizet körülbelül, pici sót még, és kömény, bors, majoránna és egy babérlevél, és szépen egy fél órát főzzük így a pörköltet még, és fél óra múlva beletesszük a káposztát. Ha boltba vásárolt káposztából csinálod, akkor kóstold meg, és ha nagyon savanyú vagy, és nagyon sós, akkor most ki hideg vízzel, csöpögtesd le, és úgy tedd bele ide a pörköltre, és gyakorlatilag összekeverjük, és megnézzük, hogy mennyi lé kell még hozzá. Egy pici vizet, én a savanyú káposzta, amiben volt üveg, azt abban öntöttem vizet, és annak a levét, ami még van a káposztából benne, azt öntöm most én ide rá. Nem sokat, mert elég sok lé van hozzá. Nézzétek meg, gyakorlatilag csak annyit, hogy így, ennyit, semmi többet. Így nézzen ki. És akkor szépen puhára pároljuk a káposztát is, a húsit is, és gyakorlatilag még ez pároldik, akkor egybe föl, egybe lesznek az ízek. Tejfölle be lehet habarni, vagy így a tetejére tenni. Lehet benne különböző füstölt dolgokat belefőzni, csak akkor vigyázzatok a sóval, füstölt tarja, füstölt oldalas, vagy füstölt kolbász, csak a sóval vigyázzatok akkor már. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok, kövessetek, és iratkozzatok fel.